világkiállításunk egy nagyon különleges kiállítás, vándorkiállítás, ami jelenleg itt Budapesten a Magyar Természettudományi Múzeumban látható május 17-éig. És ezen a kiállításunkon megmutatjuk a látogatóknak, hogy nem csak egyiptomi múmiák léteznek. Egyiptommal nyitjuk a kiállításunkat, mert ugye talán arról tudnak a látogatók a legtöbbet, sokszor talán többet is, mint mi magunk. Ők úgy képzelték el, hogy a halál után meg kell őrizni a testet. És az volt igazából a cél, hogy a lélek visszataláljon a testbe, és ezáltal a túlvilágon újra élethessen. Bizony a 17.-18. században újra divatba jöttek a múmiák. Abban az időben például Angliában a tea délutánokon csomagoltak ki múmiákat. Meghívók maradtak fent, amelyek elhívták a vendégeket egy múmia kicsomagolással összekötött tea délutánra, ott ül a gróf úr, a hölgykoszorú. A múzeumokban így mesztelenül látunk, vagy tehát egy kicsomagolva látunk egy egyiptomi múmiát, ez feltehetőleg egy ilyen tea délután került kicsomagolásra. De azt kell mondjam, hogy ezek a múmiák még jobban végezték, mert a legtöbbjük magángyűjteménybe vagy múzeumba került. De Egyiptomból hajószámra érkeztek. Volt úgy, hogy naponta 4-5 megrakott hajó érkezett Angliába, ami hozta, és Amerikába is, ami hozta a múmiákat. Letekerték a vásznukat, azokat elégették, gőzmozdonyokat, gőzhajókat, a gőzgépeket hajtották vele. És utána a múmiák olyan mozsárba végezték. Gyógyszerekhez alkotó részeként használták a múmiaport. Dél-Amerikában egész más vezette az embereket arra, hogy megőrizzék a halottaikat. Ott az ősök tisztelete, a hozzátartozók iránt érzett szeretet. Ők úgy képzelték, hogy a halottak velük maradnak, nekik a testükről gondoskodniuk kell, és a lélek az valahol ott van a halott körül. Hát például az inkák szertartásaikra rendszeresen előhozták az őseik múmiáit, és velük együtt ünnepeltek, kikérték a tanácsaikat is, odaültették az asztalhoz, étellel, itallal kínálták őket. Lehet, hogy ez nekünk nagyon furcsa, vagy talán meglepő, de ha belegondolunk, a mai napig Mexikóban, a halotti kultuszban ez megtalálható, hiszen a halottak napján Mexikóban az emberek kimennek a temetőbe, megterítenek a sírokon, és együtt ünnepel a család. Európában ugye természetesen a váci múmiákat mutatjuk be, hiszen a közönségünk rendre kíváncsi is, hogy milyen újabb és újabb eredményeket érünk el a váci múmiák vizsgálatával. Ők a 18. századból valók, természetes úton mumifikálódtak, és 264 múmia van nálunk. Borsodi Teréziánál elindult a szülés, de elhúzódott a vajúdás, és hát úgy nézett ki, hogy az édesanyja nem éli túl a szülést. Értesítették a papot, aki a helyszínre érkezett, és föladta az utolsó kenetet Borsodi Teréziának, aki nem sokkal azután meg is halt. És akkor a kirurgus az anya halála beállta után császármetszéssel kivette méhéből a gyermekét. A gyermek még élve született meg. A jelenlévő pap meg is keresztelte, de néhány óra múlva a kisfiú meghalt. És így anyát és gyermekét egymás mellé egy koporsóba helyezve temették el. A lápi múmiák, ezek talán a legkülönlegesebb múmiák, amelyekkel találkoztunk. Ha így ránézünk és látjuk, hogy más, mint a többi, abszolút nem hasonlít a többi múmiára. A lápok humin savai, a láp savas környezete a csontokból a kalciumot kioldja, és ezért a csontok rugalmasak lesznek, rendkívül rugalmasak. Úgyhogy amikor 1905-ben ezt a két lápi múmiát Észak-Hollandiában megtalálták, akkor először azt hitték, hogy gyilkosság áldozatait találták meg, és hívták is a helyi rendőrt, aki kibiciklizett a helyszínre, és szemlevéltelezte a vélt gyilkosság áldozatait,
Majd hát arra jutott, hogy be kell őket vinni a városba. Na de hogy? Mit tegyem? Végül is a leírásokból tudjuk, arra jutott, hogy fogta, és az egyik mumiát így rátette a másikra. Utána, meg mint a palacsintát, föltekerte a két mumiát, majd a bicikliének berakta a csomagtartójába, és szépen bebiciklizett vele a városba. A városba, amikor beért, akkor a két mumiát, mint a szőnyeget kigöndörítette, és utána bekerültek a múzeumba. Később kiderült, hogy Krisztus születése környékéről származó két egyénnek a mumiáját találták meg, tehát ha gyilkosság is történt, az már rég elavult. A mumifikálódásnak talán a legkülönlegesebb esete, ugyanis ez egy önmumifikálódás. Ez olyan hihetetlen szó. A buddhista szerzetesek ugye naphosszat csak ültek és meditáltak, és egy idő után eljutottak arra a szintre, hogy meditációval megpróbálták elérni a legmagasabb szellemi szintet, a nirvánát, ami halandó ember számára felfoghatatlan. 1000 napig fogyasztottak sóban gazdag, de is folyadékban szegény táplálékot, majd további 1000 napig ugyanezt folytatva kiegészítették még egy fának a kérgével, amelyik rovarölő hatású. A 2000 nap letelte után beültek egy kis homok mélyedésbe, amit körbevettek textilekkel, ilyen kis sátorral, és betapasztottak homokkal, földdel, úgyhogy csak a tetején volt egy apró lyuk. Egy csengőt adtak a kezébe, amelyikkel minden nap jelzett, hogy még éle. És amikor már többet nem csengetett, akkor tudták, hogy meghalt. Ekkor befették azt a kicsi nyílást is, ami még a tetején volt, és további 1000 napig nem nyitották ki a sírhelyet. És 1000 nap után, kibontva a sírkamrát, ott találták a mumifikálódott szerzetest. Ezeket a szerzeteseket szentként tisztelték, templomokba vitték, és a templom védőszentjei lettek.